Botrányba fulladt a keddestére szervezett lakossági sajtótájékoztató Sóskúton, ahol a településre tervezett akkumulátor feldolgozó üzemről lett volna szó. A tömeg behatolt az épületbe, pedig eredetileg csak a helyiek mehettek volna be. A polgármester szinte elmenekült a tornateremből. Menjünk be! Csak a sóskúti lakcímkártyákkal rendelkezőket engedték volna be a 4 települést is érintő akkumulátor feldolgozó üzemmel kapcsolatos lakossági tájékoztatóra. A tömeg azonban másképp döntött. A tornaterem szinte teljesen megtelt. König Ferenc sóskúti polgármester igyekezett kerülni a kamerákat, és nem válaszolt az újságírói kérdésekre sem. Üljünk le, beszéljünk. Ez nem lehetséges. Ez azt jelenti, hogy véget ért most a lakosság? Igen, ebben a pillanatban véget ért, igen. De eljött ennyi ember, nem tartja fontosnak, hogy tájékoztassák őket? Mégiscsak itt vannak a sóskúti lakosok. Tájékoztatva lesznek. Köszönöm. Mikor? És milyen formában? A polgármester végül szinte menekülve távozott. Mondjon le! Kint a bejáratnál összefutott Csőzik László érdi polgármesterrel. Nagyon rossz jel. Én arra kértem, hallhatták is, hogy ez egy figyelmeztető jel. Gondolják át. Egyértelmű jelzés, hogy ez nem jó irány. Itt változtatni kell. Az akkumulátor feldolgozót tervező szlovén cég képviselői szintén elhagyták a helyszínt. Szeretnénk a hangunkat hallatni, hogy mi ebből nem kérünk. Ezt azért a demokráciát nagyon távolállónak tartom. Tehát, hogy ez minősíti ezt a képviselőtestületet a polgármestere. Nincs miről beszélni. Annyi lenne a kérdés, hogy menjenek el. És nem kérünk több ilyen akkumulátor és veszélyes hulladékfeldolgozó, tűzésrobbanás veszélyes ilyen üzemeket a településre. A lakossági tájékoztatón megjelent többek között a Momentum, az LMP, az MSZP politikusai is, ahogy a Mi Hazánk is képviseltette magát. Ha alpolgármesterként számtalan fórumot tartottunk, ha alpolgármesterként egy ilyen fogadtatásban lett volna részem, akkor én másnap nem mentem volna be a hivatalba, nem beadom a lemondásomat. Ócska mellébeszélés. Erre nincs jobb kifejezés. Egyszerűen nem mert belenézni a felháborodott társadalom szemébe, nem tudott belenézni a helyiek szemébe. Sokkal jobb lett volna, hogy a polgármester úr nyíltan kiáll, beengedi az embereket, és fel tudtuk volna tenni a kérdéseinket, el tudtuk volna mondani a véleményünket. Az LMP által kezdeményezett fáklyás tiltakozó menettel ért véget a demonstráció.